Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, én Dallos Zoltán vagyok, és köszöntelek titeket a következő, most már 102. üzlet és utazás interjúban, amiben mai vendégem ismét Marton Gábor. Örülök, sziasztok, hogy eljöttél. Szia, ismét. Hát most már sokadik beszélgetésünk, viszont azt találtuk ki, hogy tavaly volt egy jó kis játékunk, tavaly évvel, szinte napra pontosan egy éve, aminek az volt a címe, hogy 5 kérdés, 5 válasz. Mindketten készültünk egymáshoz 5-5 kérdéssel, ezeket felváltva fogjuk feltenni, és bízunk benne, hogy inspiráló válaszokat fogtok kapni. Így van, én már nagyon vártam ezt a beszélgetést, tavaly is nagyon jól éreztük magunkat. Gábor, örülök neki. Nagyon röviden, ha esetleg valaki nem látta még a korábbi epizódokat, mi az egyperces bemutatkozásod? Hogy hangzik? Sziasztok, Marton Gábor vagyok. Csúcs teljesítménykócs és üzleti tanácsadó vagyok. Így a fő profilom az, hogy abban segítek embereknek, hogy a lehető legtöbbet ki tudják magukból hozni. Legyen szó produktivitásról, legyen szó gondolkozásmódról, vagy legyen szó arról, hogy a cégüket szeretnék a következő szintre emelni, bevételben, cashflow-ban, bármi is legyen a cél. Emellett ami a másik kedvenc témám a csúcs teljesítményen kívül, az pedig a értékadó kapcsolatépítés, és ebben segítek vállalkozóknak, vezetőknek egy olyan kapcsolatrendszert tudjanak összehozni, felépíteni, ami bármikor a rendelkezésükre áll, legyen szó üzleti vagy magáncélokról. Nagyon jó hangzik. És ugye te is alkalmazottból lettél vállalkozó, azt még fontos tudni róla, hogy mikor is lépted meg ezt a váltást. Több mint 3 éve léptem meg, egy nemzetközi banknak voltam az innovációs igazgatója, és ugye két évig ugye építettem a saját vállalkozásomat, és úgy döntöttem úgy 3 éve ezelőtt, hogy akkor itt szeretném hagyni ezt a korporét pályámat, és szeretném magamat vállalkozóként kipróbálni, és ott felépíteni az életemet. Na hát szuper, szerintem a hosszabb bemutatást akkor ezt meghagyjuk annak, hogy belinkeljük ide a kis kártyákat az előző videókból, meg a leírásba is megfogjátok talán a linkeket, és nézzétek meg akkor az előző részeket szerintem, hogy az hogy is zajlott. És akkor szerintem csapjunk is bele, és ugye azt találtuk ki, akkor lesz ugye 5 kérdés tőlem, 5 Gábortól, ezeket felváltva fogjuk feltenni, és mindegyiknek a végén majd vagy egy feladatot fogunk adni, vagy pedig valamilyen kérdésünk lesz hozzátok, úgyhogy bátorítunk titeket abba, hogy játszatok velünk, és fogjuk figyelni majd a komment szekciót most is, mint ahogy tavaly is tettük, és igyekszünk majd megválaszolni ezeket a kérdéseket. Okay? Jó, vágjunk bele. Na, akkor. Ki is kezdi? Hogy beszéltük? Igen, kőpapírolóval próbáltuk eldönteni, nem sikerült, úgyhogy igen, ez, vannak ilyen nagyon kis effektjeink, ugye a háttérben itt nevet a meg, úgyhogy. De azt beszéltük, hogy a beszélgetés azért legyen ilyen 90%-ban legyen komoly, úgyhogy csak minimálisan fogunk bóckodni. Akkor. Na, akkor Gáborom, az első kérdésem az lenne hozzád. Volt nemrégiben egy videód a YouTube-on, és azt gondolom, hogy ez a téma ez most kifejezetten érdekes így ebben az elmúlt egy éves bizonytalan időszakban, válság alatt, aminek az volt a címe, hogy hogyan szerez vissza a motivációd. Mit javasolsz azoknak, akik tényleg így kicsit kilátástalannak érzik ezt a helyzetet, demotivál, vagy nincs meg a motivációk, nincs meg a lendület, és így hiányzik nekik tényleg a megszokott élet. Hogyan szerezzék vissza a motivációt? Nagyon jó a kérdés. Kezdjük onnét szerintem, hogy amit tapasztalok, akár az ügyfeleim, vagy a saját életemben is, hogy legtöbbször az okozza a demotiváltságot, vagy okozhatja, hogy nem látunk igazából tisztán, hogy pontosan mit szeretnénk. És nyilván ez az időszak, ez a tavalyi év azért valljuk be, hogy mindannyiunk életét nagyon felkavarta. Ez lehet akár üzletileg, magánéletileg. Nyilvánvalóan nem egy kellemes dolog, hogyha nem vagyunk hozzászokva, hogy otthon töltsünk akár több hónapot, nem igazán vagyunk, nem érzünk magunkat szabadnak, hogy bárhova elmehetünk, vagy utazhatunk, vagy kiárási telen, bármi más. Ez nyilvánvalóan azért egy fásultságot tud okozni az emberbe, és ez egy teljesen normális reakció. Amit ilyenkor szoktam javasolni, az egy ötletrohammal szoktam indítani, hogy végig gondolom azt, hogy pontosan mit is szeretnék. Ez egy jó érzésű feladat, ami abban segít, hogy kicsit tudjunk outside of the box, vagy kicsit így tudjunk így kifelé tekinteni, hogy mik azok a dolgok, amiket úgy szeretnénk az életünk különböző területein tapasztalni. Ezt szoktam hívni életstílus tervezésnek is. Hogy leírom azt a néhány dolgot, vagy összülök néhány barátommal, és elkezdünk azon ötleten, hogy mit szeretnénk a jövőben megvalósítani. Már ez a feladat abban fog minket segíteni, ki fog minket mozdítani a jelenlegi, mondjuk úgy, hogy érzelmi komfortzónánkból, mert segít abban, hogy úgy elkezdjünk álmodozni. És én visszaemlékeztem arra, hogy gyerekként is mennyi álmom volt, mit szerettem volna megvalósítani, legyen szó akár egy legóról, vagy nem, bármiről. És ez a gyakorlat segít minket ebben, hogy felszólítsuk a bennünk rejlő ötleteket, régen akár elásott álmokat is. Tehát, hogyha már mondanék egy feladatot, akkor az lenne, hogy vegyél egy fehér papírt, vagy akár még néhány inspiráló barátodat nyugodtan meghívhatod erre a feladatra, és kezdj el azon gondolkozni, hogy mit szeretnél tett különböző területei, milyen ötleteid vannak. Másik, amit ehhez tudsz még így igénybe venni segítségként, hogy nézz közben a YouTube-on,
kik azok az emberek, akiknek így tetszik az élete mondjuk? Lehetnek akár milliárdosok, de lehetnek olyan egyszerű emberek, akik csak mondjuk elköltöztek egy lakatlan szigetre és onnét vélogolnak. Ugyanis ez is segít abban, hogy tudunk inspirációt gyűjteni másoktól is. Illetve amit még Zolitól tanultam, ami nekem nagyon jól működött, hogyha demotivált vagyok, hogy választok egy embert, akit szívesen fölhívnék az inspirációs hívásra, és Zolival ezt többször játszottuk, de most ezt újra be kell vezetnünk ezt a szokást. És ez abban segít igazából, hogy elmeséljük, hogy kivel mi a helyzet, milyen dolgokon dolgozik, és ez is ad egy újabb inspirációt arra. Hogyha ez az első lépést igazából megtettük, hogy tisztán látunk, ez már biztos, hogy fog okozni egy kezdeti érzelmi löketet, ami ki tud minket mozdítani, viszont a legfontosabb lépés ezt követően az, hogy tegyünk egy apró lépést. Visszaemlékszem arra, amikor Zolival csináltuk az első lépés programot, ami abban segített vállalkozóknak, hogy megtegyék az első lépés social médián, a vállalkozásuk beindításához. Ez ugyanaz a logikát követi, ugyanis, hogyha van egy jó érzelmi állapotunk, amikor már kicsit már motiváltabbnak érezzük magunkat, utána viszont cselekszünk egyet, az azonnal egy visszacsatolás, egy pozitív visszacsatoló körbe kerülünk, egy pozitív spirálba tudunk átkerülni. És utána a harmadik lépés meg nyilván az, hogy fenntartjuk ezt a momentumot, tehát hogy minden nap tegyünk, szálljunk rá egy 10 percet mondjuk a legfontosabb célunkkal kapcsolatban. Mondanék egy konkrét példát, hogyha mondjuk azt írtad föl a lapra, hogy szeretném mondjuk egy vállalkozást elindítani, vagy gondolkozz mondjuk egy webshop elindításán, akkor az első lépés az lehet az, hogy megveszel mondjuk egy kurzust, amit elkezdesz mondjuk implementálni. Következő lépés lehet az, hogy elkezdesz termékeket keresni, és naponta rászánsz 10 percet két héten keresztül, és biztos vagy benne, hogy fogsz találni olyan terméket, amelyek adott kritériumok alapján, amivel elkezdesz foglalkozni. És az a baj talán, hogy nagyon sokan ugye az első lépésnél ragadnak le, hogy gyűjtik a tudásanyagokat, még egy könyvet elolvasok, még egy valavel, még egy tréningre, csak sokszor pont az a cselekvés hiányzik benne, és talán itt segít a körülötted lévő, hogy 5 ember átlaga vagy, hogy tartja a mondás, hogy tényleg akik kilöknek abból a komfortzónából, és tényleg nem hagyják azt, hogy ne cselekedjél utána. Pontosan. Úgyhogy abszolút egyetértek. Ezért szerintem nagyon fontos még, hogy legyen valaki, aki számon kér minket ebben. Tehát ez lehet akár egy mentor, coach, pszichológus, tehát bárki, aki a segítő szakmában dolgozik, aki kívülről is lát téged, plusz tudatban neked segíteni, hogy maradj valóban az úton. Mert tényleg így van, hogy még akár az emberek könnyeden leírják ezeket a dolgokat, mert arra még könnyű magunkat rávenni, utána viszont vagy nem történik meg az első lépés sem, de utána a következő lépésekben is elhalhat a lendület. És ezért fontos az, hogy körbevegyenek minket. Abszolút. Ilyen emberek. Abszolút, szerintem. Köszönöm szépen, akkor ez egy szuper, szuper válasz volt a motiváció témakörében. Kaphatok egy tapsot? Hogyne, az melyik volt? Ez volt. Köszönöm. Na. Második, akkor én kérdezek. Legyen az a kérdés, ugye írtál egy zseniális könyvet alkalmazó vállalkozó, igen. Ott van a háttérben. Ha most kéne írnod egy könyvet, hogy post-covid vagy during covid alkalmazó vállalkozó, akkor... És eddig mit változtatnál rajta, vagy mit adnál még hozzá ez a könyvhöz? Hogy ugyanez, csak a mostani időszakban? Így van. Hogyan lehetne ezt a legjobban a mostani időszakra szabni? Nagyon jó a kérdés. Szerintem egy dolog talán a kulcs ebben a mostani időszakban, és lehet, hogy ez pont egy éve is elhangzott, hogy az alkalmazkodó készség mennyire fontos, és hogy gyorsan cselekedni. És talán ez még kapcsolódik az előző témához, hogy oké, hogy gyűjtöm az információt, meg oké, hogy kapcsolódok, de hogy itt most gyorsan kellett cselekedni. És ha körülnézünk, ugye most ebben az időszakban, ugye azok jöttek ki akár nyertesen ebből az időszakból, akik gyorsan át tudták alakítani az üzleti modelljüket, vagy gyorsan meglátták a lehetőséget mondjuk valamiben is elsők voltak, mondjuk a webinárokba, az online konferenciákba, az ételkiszállításba, ugye azért hány olyan vállalkozás volt, ami most ebben az időszakban nőtt ki, vagy erősödött meg. Tehát szerintem a gyorsaság, a alkalmazkodó készség, és, de talán a másodikat emelném ki legjobban, az alkalmazkodó készséget, hogy mindig azt kell néznünk, hogy tudunk a piachoz igazodni. És nem ragaszkodni görcsösen a saját dolgainkhoz, mert aki azt mondta, hogy igenis a coaching nem működik Zoomon, nem működik távolról, mert az egy annyira bizalmi dolog, azok most hol vannak? Szerintem ez nagyon jó, amit mondasz, mert tényleg ez a fajta... Én azt éreztem már, amikor a Covid elindult, hogy itt teljesen más nézőpontokat kell keresni. Tehát ami eddig működött, az egy bizonyos fogig még továbbra is fog működni, de hogy ha valaki most tényleg szeretne akár a vállalkozásában, vagy akár az életében egy teljesen új szintre kerülni, óriási lehetőségeket is tartogat ez az időszak. Mert hogyha gyorsan tudunk alkalmazkodni, nézd meg nálad is, hogy irodát nyitottál, új eszközök vannak,
sokkal gördülékebben mennek a forgatások is, lerövidíted az időtartamot hozzá. Ugye most is instant vágás van, itt azért Petit behozom a képbe. Instant vágás van. Köszönjük, Peti. Szóval hogy ezek szerintem nagyon fontos tanulságok, és szerintem itt volt még régebben egy videóm, amit még Saigonba forgattam, és ott is az volt, hogy azt mondtam igazából, hogy arra jöttem rá, hogy itt pár napot hogyan hozzá lehetett szokni mondjuk az ázsiai kultúrához, pedig teljesen más, mint a magyaros egyetem első ilyen ázsiai élménye volt. És itt is erről van szó, hogy hozzá kell szoknunk ezekhez a most időzőjelben keményebb időkhöz. Abszolút, és még egy gondolat, és ez így a könyv meg könyv sorozathoz kapcsolódik, hogy ez a ugye tökéletes elengedni és csinálni, kísérletezni, alkalmazkodni, javítani, mindig figyelni, hogy mit tudsz jobban meg máshogy csinálni, és pont a könyvnél van egy olyan gondolatom, bár most időben én nagyon picit meg vagyok csúszva, mert igazából már 2020-ra akartam egy második könyvet. Ugye erre azt hiszem talán a Ryan Holiday-nek volt egy ilyen mondása, hogy inkább írok minden évben egy könyvet, ami lehet, hogy közepes vagy jó lesz csak, mint hogy, és majd az ötödik évben mondjuk lesz egy nagyon-nagyon jó könyvem, ahelyett, hogy várnék mondjuk, és öt évig reszelgetném, és csak az ötödik évben adnék ki egy talán jót, de igazából az sem biztos, hogy jó lesz, csak azt hiszem, hogy az idő által mondjuk jobbá teszem, de nem, hanem azáltal lesz jobb az ötödik könyvem, vagy öt év múlva könyvem, hogy minden évben teszek érte, és javítgatom a következőt. És tehát én azt érzem, hogy rengeteg tudás van a világban, és igazából az lehet egy plusz érték, hogyha azt valahogy máshogy struktúrálom, és az én szemüvegemen keresztül mutatom be azt a tudásanyagot. Igen, és szerintem pont ez a lényeg, szerintem, hogy hogyan tudsz olyan tudásanyagot létrehozni, amit könnyen lehet beépíteni. Ugye a legtöbb tudásanyag nem az a baj, hogy nem jó az információ, hanem az, hogy olyan tudod olyan... Cselekvésre ösztönözzön. Pontosan. Na és akkor adjunk egy feladatot szerintem a nézőknek ezzel a témával kapcsolatban. Szerintem írjátok meg azt kommentben, hogy nektek mi volt a legnagyobb tanulság ebből az időszakból, és hogyha ti most írnátok egy könyvet, akkor mi lenne az a fejezet, amit nagyon kiemelnétek ebben a mostani könyvben, ebben az időszakban? Legyen ez. Jó? Legyen ez. Tök jó. Oké. Akkor köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Következő téma. Volt nemrég egy cikked az egyik ismert és elismert magazinban itthon, a Forbes-ban, ami arról szólt, hogy 5 plusz egy tanács, hogy hogyan legyél sikeres az online kapcsolatépítésben. Akit érdekel, szerintem belinkeljük majd a videó alá, és ne lőjük le az egészet, de mondjuk a játék kedvéért, mondjuk emeljünk ki 3-at, vagy 3 plusz 1-et belőle. Mik a legfontosabbak szerinted a kapcsolatépítésnél, úgy általánosságban, és azon belül az online kapcsolatépítés miben másabb? Jó. Legyen ez a téma. Okay. Akkor a legfontosabbak kezdem, hogy szerintem a kapcsolatépítésnek az alap pillérje, tehát enélkül nem fog igazából jól működni, az pedig az, hogy értékadásra kell törekedni. Tehát nem ez a legfontosabb. Hogy azt a kérdést tegyük föl magunkba, hogy nem az, hogy mit kaphatunk egy kapcsolatból, vagy nem csak az, hogy mit szeretnénk, az is egy második kérdés, aztán lesz a második pontja, hanem inkább az, hogy mi az, amit én tudok adni. És ez szerintem nagyon tisztába kell lenni, hogy én mit tudok adni az adott személynek. Ez lehet az adott személynek, lehet, hogy nem például nem tanácsot tudok adni, de lehet, hogy tudok neki adni inspirációt. Vagy én össze tudom valakivel kötni, aki tud neki segíteni. Tehát itt lehet nagyon jól kamatoztatni, ezt szoktam leverage-nek hívni, vagy hatástöbbszörözésnek a kapcsolatépítés, vagy lehet, hogy nem én tudok az a személynek segíteni, viszont hogyha én segítek neki valamivel, az a viszont ő is már azt mondom, hogy jóval jobban megérik benne a kölcsönösségi érzés, hogy ő is szeretne nekem segíteni, vagy valakinek. Ez lehet karma, univerzum, sors, valami visszaadja majd. Valami vissza fogja adni valamilyen úton módon. De szerintem ez az életben is úgy általában igaz, de a kapcsolatépítésnél különösen igaz ez. Ez az első, hogy értékadás, hogy gondoljuk azt végig, hogy milyen értéket tudunk teremteni. Amit erre szoktam feladatnak javasolni, az, hogy írjunk egy ilyen erőforrás listát, hogy milyen erőforrásokkal rendelkezünk, amit szívesen felajánlanánk. Ez lehet az, hogy van benne jó vagyok, mondjuk valakinek tudok segítséget adni mondjuk vállalás skálázásában, vagy networkingben. De ott van a kapcsolatrendszerem, azon keresztül elég sok embert el tudok kérni, akik megbíznak bennem, tehát hogy ajánlok nekik valakit, hogy valakivel érdemes lenne beszélniük, akkor ez meg is fog történni. Amit fontosnak tartok ott még, hogy leírni olyan tudást, ami mondjuk, vagy olyan dolog, amihez értek, vagy érdekel engem, és azzal is tudok kapcsolódási pontokat kialakítani emberekkel. Tehát, hogy érdemes azt végig gondolnod, hogy mik azok a dolgok, amiket te tudsz adni. Szerintem az ez a legfontosabb. A második, ami fontos, és ezt már röviden említettem, hogy tudnunk kell azt is, hogy kivel szeretnénk kapcsolódni. Tehát szerintem ez egy fontos dolog, mert lehet, hogy mondjuk egy
egy bizonyos iparágba szeretnénk új kapcsolatokat teremteni, hogy mondjuk valaki mondjuk a kriptópiacon van, és szeretne olyan emberekkel találkozni, akik szintén ezen a piacon vannak, vagy valaki mondjuk, nekem több IT ügyfelem van, és ők ezt össze szoktam egymással kapcsolgatni, hogy hát ha valami jó díj jön ki belőle. Én, hogy elmondjak egy statisztikát a tavalyi évről, tavaly évben kb. 50 milliónyi megrendelés született úgy, hogy több embert összekapcsoltam, és megvalósultak a projektek. Mm. És ennek tökre örültem, hogy ez csak abból állt, hogy két ember tényleg két percbe telt összekapcsolni. De mégis hozzád kötik az eredményt. És mégis hozzánk kötik az eredményt, és így örömmel is segítenek, támogatnak, ajánlnak tovább. Szóval szerintem ez egy fontos dolog az, hogy mit tudunk, vagy kivel szeretnénk kapcsolódni, ez egy fontos. A harmadik, és itt szerintem itt meg lehet különböztetni az online kapcsolatépítésnél, szerintem egy fontos különbség van, hogy amit nehezebb kialakítani, az a bizalom. Ugye valakivel ugye találkozunk élőben, az teljesen más, vagy nem teljesen más, de az egy más érzés mondjuk ezt a interjút lefolytatni mondjuk online, vagy élőben. Azért az ember arra van kondicionálva, hogy az élőt preferálja, mindenben egy élő meetinget, stb. Ami a Covid alatt így megtanított minket, az az, hogy a szenzorjainkat egy picit át kell alakítanunk arra vonatkozóan, hogy kibe bízunk meg, mondjuk, akivel mondjuk online tudunk először csak kapcsolatot építeni. De ezt el kell fogadnunk az, hogy az online kapcsolatépítés az sokszor kicsikével döcögősebb és lassabb tud lenni. Tehát az, én azt szoktam javasolni, hogy nem is érdemes ezt nagyon pusholni mondjuk egy találkozót, hanem érdemes egy ilyen fokozatosság elvét követni. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valakivel felveszem a kapcsolatot, írok neki mondjuk egy LinkedIn üzenetet, akkor érdemes azt végig gondolnom, hogy oké, valószínűleg ő még nem ismer engem, érdemes egy nagyon röviden bemutatkozni, érdemes azt megfogalmazni, hogy itt szólna el egy 10 perces találkozóhoz, egy online call-hoz, hogy legalább azt tudjuk, hogy mennyire van meg kettőnk között a kémia. És ezzel már picit, hogy mondjam, szimuláltuk az élő találkozót, és 10 perc alatt el fog az dőlni, hogy érdemes-e folytatnunk a beszélgetést, mert 10 percben azért el lehet mindenki mondani, hogy mit szeretne, hogy szeretne. És nekem is így szoktak általában történni, hogyha valaki engem esetleg összekapcsol valakivel, akkor tényleg ez 10 perces találkozó, beszélgetünk, ha úgy érezzük, hogy van értelme folytatni, folytatjuk, és itt nem ciki nemet mondani, és nem ciki igent mondani, hogy folytassuk. Tehát ez egy fontos dolog, hogy nem szabad az emberre többletnyomást helyezni. Szóval szerintem ez mondanám így a... Szerintem abszolút nagyon jó. Nekem van egy feladatötletem, vagy kommentötletem a kedves nézőköz, hogy ti melyiket preferáljátok? Inkább az online, vagy inkább az offline kapcsolódást? Hogy éltétek meg ezt a mostani időszakot? Könnyű volt, nehéz volt? Mi a tapasztalat így az online kapcsolatépítéssel? Nekem ezen a kérdésem. Ez nagyon jó kérdés, és még akkor a plusz egyediket elmondanám, mert szerintem ez még így nagyon hasznos lehet. De érdemes elolvasni a cikket abból a szempontból is, mert ott van az öt lépés. Videó alá. Hogy mekkora ereje van az összekapcsolásoknak. Tehát én nagyon arra helyezem ki a hangsúlyt, hogyha valakivel szeretnék egyébként találkozni, vagy ismertséget kialakítani, megnézem azt, hogy kik a közös ismerőseim, és hogy megkérdezem őket, hogy figyelj, összetudnák kapcsolni az adott személlyel. Mert azt gondolom, hogy ebbe jön ki igazából az, hogy van egy ilyen pszichológiája, hogyha egy olyan ember kapcsol minket össze, aki közös kapocs kettőnk között ő, és a bizalom mind a két félnél megvan, akkor ez olyan, hogy az a bizalom kvázi átszáll a mi új kapcsolatunkra is az ott személy, akit esetleg eddig nem ismertünk. És én abba gondolkozok általában bele, vagy abba gondolok bele, hogy ezzel igazából ezetünk a legkönnyedebben kapcsolatokat építeni, és te minőségi értékadó kapcsolatokat. Mert váratlan az a barátom, aki összekapcsol, ő is ugyanúgy értékadó, az a harmadik személy is értékadó, én is értékadó vagyok, tehát ezáltal nagyon jó együttműködések tudnak ebből kiszedni. Idilli világba lyukadtunk ki, ahol mindenki csak értéket ad. Igen, de hát ezen a célja a kapcsolatépítésnek. Szóval pont Kovács Petivel szoktunk erről beszélgetni, hogy mennyire fontos ez, hogy így mi is fontosan kapcsoljuk össze egymást, közös projekteket kezdünk el, és hogy ezek tényleg itt szépen épülnek fokozatosan. Tehát én azt, és szerintem nagyon jó ez a kérdés, illetve azt lehet, hogy érdemes lenne még a komment szekciót kihasználni arra, hogy ha megírjátok azt, hogy mivel foglalkoztok, vagy mi az, amit milyen embereket kerestek, hogy ti mivel foglalkoztok, milyen embereket kerestek, akkor akár ugye tudtok itt új kapcsolatokat is teremteni itt a videó alatt. Nagyon jó ötlet. Szuper, köszönöm szépen. Ez egy nagyon jó gondolat volt. Menjünk is tovább, szerintem a következőre. Menjünk. Akkor puskázom. Ilyed jön. Ha visszagondolsz és visszarepülhetnél az időben a Covid előttre, mielőtt beütött volna, és most, hogy itt vagy, mi az, amit másképp csináltál volna? Ebben az elmúlt egy évben. Így van. Nagyon jó a kérdés. Kezdem az, hogy mi az, amit nem csinálnék máshogy. Jó, legyen. Amit nem csinálnék másképpen, ami nagyon jó volt szerintem, hogy
bár a Zoom, meg Skype, meg ilyen szoftverek már léteztek már régóta, de, és annak ellenére, hogy ebben a online világban mozgok, egyáltalán nem használtam ezeket az eszközöket. Mert én is úgy gondolkoztam, hogy az a biztos, hogy személyesen találkozunk, országos roadshow-t csináltunk, igenis elmentünk minden egyes helyszínre, amikor elment egy egész nap rá, de akkor is ott voltunk fizikailag minden egyes helyszínen. És amit nem csinálnék másképpen, hogy azt hiszem talán március 25-ével volt a legelső online webinárom, kvázi ez az országjáró roadshow-t fogtam és átadaptáltam ugye egy webinár sorozattá, és megcsináltam 21-et vagy 22-t így két hónap alatt, május végéig, május közepéig, és ez annyira jól sikerült, hogy igazából, na azt egy picit bánom viszont, hogy nem csináltam utána sokkal-sokkal több ilyet, mert az adatbázisomat nagyjából megdupláztam, tehát körülbelül bejött még, nem tudom, még 1500 lead vagy 1500 regisztráció így a webináriumokon keresztül. Több olyan kapcsolat kialakult, amit ennek köszönhetem, hogy ott valamelyiken ott voltak és láttak, és lett belőle üzleti kapcsolat, mentorált kollega, tehát valamilyen együttműködés kialakult belőle, és ez nagyon jó volt. Na, amit viszont máshogy csinálnék, hogy volt egy időszak, amikor én sem csináltam elég tartalmat, és azt érzem, hogy valahogy a tartalomgyártás is sokszor így összefüggésben van az én hangulatommal, vagy az én jól létemmel, vagy jó állapotommal, és amikor nyilván bennem is mondjuk van egy bizonytalanság, vagy bennem is van egy olyan időszak, amikor nem érzem így 1000%-osan magabiztosnak magamat, akkor sokkal nehezebb tartalmat gyártani. És volt egy időszak, amikor úgy nem jött olyan, erőltetetnek éreztem az egészet, amit megcsináltam, azt se tettem ki, mert nem éreztem jónak, és nem tudtam ilyen teljesen lazán, görcsmentesen felvenni anyagokat. De ha visszatekernem, akkor ezt csinálnám másképpen, hogy sokkal több tartalmat csinálnék. Több ingyenes, meg több akár online kurzusokat, akár ingyenes YouTube videókat, Facebook videókat, webináriumokat, és hogy talán még többet lehetett volna. Akkor a kérdésem az itt még egy pluszba, hogy akkor ezentúl akkor több videót fogunk tőled látni. Igen, és ezért is jó, hogy megvan ez az eszközpark, amit most itt részben láttok és hallotok. Ez nyilván meg ez a hely is, hogy azért is döntöttem egy fix iroda, meg fix stúdió mellett, mert innentől kezdve van egy kicsi nyomás is rajtam, hogy akkor ezt ki kell használni. Mert ha itt most nem csinálom, nem dolgozok, akkor viszont tényleg tök fölöslegesen dobom ki a ablakon a pénzt. Meg a másik az, hogy ezzel foglalkozunk, és érzem azt, hogy az ügyfeleinknek is sokszor kell, hogy adjunk helyszínt. Ugye itt most már pont ez a kis asztal, ez egy ilyen whiteboard fólia van rajta, tudok rajzolni rá, tudok ilyen felülnézeti kameraállást csinálni, egy bemutatót, egy bármilyen oktató videót le tudunk forgatni most már. Ezzel a setup-pal bármilyen audio formátumot fel tudunk venni, egy hangalámondást, egy hangos könyvet, egy podcastet, egy bármit. Tehát innentől kezdve azt gondolom, hogy technikailag nincs akadálya annak, hogy bármilyen anyagot fölvegyünk és gyártsunk, mind saját magunknak, mind az ügyfeleinknek. És akkor ez kellett ahhoz, hogy ez tényleg ilyen nagyon gördülékeny legyen, és ugye főleg azért, mert nem tudom, neked mennyire nehéz mondjuk rákészülnöd egy anyagnak az elkészítésére, de érzem azt, hogy amikor mondjuk onnan indul az egész, hogy így, úristen, most előbb rendet kell tenni a szobába, akkor kettő, ki kell csomagolni a cuccaimat, meg az állványokat összetekerni, tehát mire felállítom a setupot, meg a fényeket, addig elmegy a kedvem tőle. És ez a hely, ez megadja azt, hogy tényleg minden be van állítva, egy gomnyomás, és ha van egy ötletem, most pont mielőtt ez a felvétel elkészült, jó is, hogy mondtad, hogy később pár percet, mert abban a pár percben forgattunk egy vlogot a kollégámmal. Zseniális. És kihasználtuk gyorsan az időt, hogy ha már minden itt van, akkor gyorsan csináljunk egy rövid videót, és amúgy bemutattuk ezt a technikai setupot az új céges YouTube csatornánkra. Ez nagyon jó hallani. És gyorsan kihasználtuk, és hogy most már ez így csípőből, így zsigerből jön, hogy content gyártás, mert sosem tudhatod azt, hogy ezek a tartalmak mikor kihez jutnak el, ki fogja látni, és milyen üzleti kapcsolat alakul ki belőle. Pontosan, és szerintem ez azért nagyon jó, mert ide kapcsolódik, amit mondtál az előző kérdésnél is, hogy ez a gyorsaság. Tehát, hogy inkább legyen egy content, azt mondjuk, hogy középszerű, mint hogy az, hogy várni arra, hogy ez legyen a legjobb. Sose tudod, hogy mi lesz a legjobb. Ez így van. Tehát ez így van. A piac dönti el. Kérdezzünk a közönségtől. Jó. Mit tennél fel nekik? Azon gondolkoztam, hogy szerintem kérdezzük meg azt, amit tőled kérdeztem, hogy mi az, amit ti másképp csináltatok volna most így egy éves távlatból visszanézve. És kommentáljátok itt a komment szekcióba várjuk a válaszotokat. Köszönöm a kérdést. Köszönjük szépen. Következő, azt hiszem, ha jól számolom, az ötödik kérdés. Így van. Hozzád a coaching szerepe a válság alatt. Hogy látod ennek a segítő szakmának a szerepét, illetve hogy te miben tudtál segíteni az ügyfeleknek, milyen kérdésekkel jöttek hozzád,
mennyire fontos szerinted a coaching mondjuk egy ilyen időszakban? Én azt gondolom, hogy bármilyen segítő szakmának a jelentősége nagyon felértékelődött itt a válság során. Hívhatjuk válságnak, hívhatjuk ilyen átmeneti időszaknak, vagy nagy változásokban, mindig fontos szerepe van a segítő szakma egy általánosságban is. Ugye a coachingot én alapvetően, vagy tanácsadás, vagy konzultációt alapvetően jövőorientált eszköznek használom. Ez azt jelenti, hogy azt nézzük meg, hogy milyen problémák vannak, mik merülnek fel, ugye és utána abból építkezünk, és abból azokat feloldottuk, utána tudunk újra a jövőre orientálódni. Azt gondolom, hogy, vagy én azt láttam, hogy itt az elmúlt időszakban nagyon sok embernek ugye elég sok bizonytalanság érte akár a munkahelyén, magánéletében. Ugye nagyon sok félelmet ez felkavart, ez a covidos időszak. Nem csak az, hogy otthon kell csak maradni, hanem hogy mi lesz a gazdaságban, milyen fejlemények vannak, mi van a világpolitikában, nem beszélünk, hogy amerikai elnökválasztás, mindenfajta zavargások, stb. Tehát ez nyilvánvalóan az embernek így felkavarja a lelki világát. És azt gondolom, hogy a legtöbbször ugye abban tudtam segíteni, hogy egy nyugalmi állapotba kerültünk, ahonnét lehetett tisztán gondolkozni, hogy mit szeretnénk pontosan megvalósítani. Szerencsére az ügyfelem többsége, azt gondolom, hogy alapvetően jól jött ki ebből a jellegi helyzetből. Van olyan cég, ahol megháromszoroztuk a bevételt ez alatt az idő alatt, profitos lett végre a cég rendesen, tehát hogy csomó olyan dolgot itt létre tudtunk hozni, mert már jó alapokra építettünk az elmúlt években, ami ezt segítette, hogy egy ilyen mondjuk úgy, hogy kívásokat el időszakban meg tudjuk találni azokat a lehetőségeket, amikre lehet építeni. Ugye itt használtuk a networkinget, használtuk a új technológiákat, marketinget, esettanulmányokat, tehát akkor minden szépen implementálni tudtunk. És azt gondolom, hogy a coachingnak a jövője szerintem óriási lehetőségek rájönnek benne, nagyon-nagyon jó szuperkócsok vannak Magyarországon, én is járok többhöz, szóval azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon jó alapanyagokkal rendelkezünk, és azt gondolom, hogy érdemes eljárni. Tehát én is azt vettem észre, hogy több ember elkezdett járni bármilyen, akár coachingra, akár bármilyen egyéb területen is, olyan segítőkhöz, akik tudnak neki ebben a jellegi helyzetben segíteni. Szóval szerintem fel fog értékülni ennek az értéke, és ez egy nagyon-nagyon jó trend. És mennyire működik online? Tehát azt hogy tapasztaltad, hogy azért nyilván egy ilyen bizalmi, főleg nagyon sokan ugye úgy álltak hozzá, hogy kezdtük is az első pontnál, amikor beszélgettünk róla, hogy ilyen bizalmi szakmáknál ez nem működhet online, ez csak személyesen, és csak hogyha itt ülünk egymás mellett, és kezet fogunk. Szerintem ez azt mondom, hogy ez nem valós félelem, hogy ez nem fog jól működni. Az én személyes tapasztalatom az, hogy én több mastermind vagy üzleti mesterelme csoportot intottam el így a válság alatt, ami kizárólag online ment, tehát hogy ameddig ugye nem nyitottak újra a boltok, meg a különböző bárok, ahol utána leültünk találkozni, és nagyon jól működött online tartottam tréningeket nekik, hogy így összetudjunk kicsit így melegedni a csoport, tehát legyen benne egy kis csapatépítő része, de ugyanúgy elkezdtem dolgozni külföldi cégekkel, ahol szintén ugye angol nyelven, Zoomon keresztül tartottam a workshopokat, személyes one-on-one coachingokat, tehát azok is nagyon jól tudtak működni. Tehát nyilvánvalóan sokkal jobb lett volna ezekkel a személyekkel élőben találkozni, de mivel mindenki elfogadta a helyzetet, és elkezdett alkalmazkodni hozzá, ezért azt mondom, hogy nagyon hasonló eredményeket el lehetett érni ezáltal. Hát igen, sokszor még mondhatjuk azt, hogy tényleg hatékonyabb, főleg egy ilyen első körös beszélgetés sokszor hatékonyabb, amikor még egyáltalán nem derült ki, hogy tudunk együttműködni. Pontosan. Arra mondjuk tökéletes tényleg. Tökéletes. Tehát ugyanúgy is nagyon jól tudott működni az online kapcsolatépítés is, szóval, hogy akikkel összekapcsoltak, azok is nagyon kellemes beszélgetéseink voltak, és nem azon múlt, hogy most személyesen találkozunk. És egyébként is, hogyha valaki mondjuk külföldi piacnyitást tervez, akkor várhatóan először online lesznek így is a találkozók. Tehát ez régen ugye nyilván az nagyon menő volt, hogy akkor kiugrottunk Amerikába egy megbeszélés, aztán visszajöttünk, de alapvetően nagyon sok időt, energiát, nem annyira hatékony. Ma alapvetően a kémiát le lehet mondjuk úgy, hogy a kapcsolódási pontokat elég jó fel lehet tárni egy online beszélgetés során is. Hát igen, mondjuk szerintem azt mondhatjuk, hogy 80-90%-ban már tudja helyettesíteni a személyes, de azért még mindig ez az igazi, hogy itt vagy, és azért ennek jön. Én nagyon örülök, hogy itt tudsz lenni fizikailag. A részemről a megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Na hát köszönöm szépen, szerintem mehetünk is tovább. Hozzátok pedig a kérdésem, nekem az lenne, hogy milyen segítő szereplővel, vagy segítő szakemberrel dolgoztál már együtt, és mi volt a tapasztalatod? Ez jó tehát kérdés. Ez coach, mentor, pszichológus, pszichiáter, bárki, aki tényleg probléma mértékétől függően tud segíteni, vagy tényleg inkább azt mondom, hogy a céljátokban tud segíteni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti mit próbáltatok ki már, és mi volt a tapasztalat. Úgyhogy köszönöm szépen a választ, mehetünk is tovább. 6.
Hatodik. Oké. Okay. A kérdésem az lesz, hogy most jelenleg ebben az időszakban milyen olyan vállalkozási ötleteket látsz, tapasztalsz, amit szerinted érdemes lenne valakinek belekezdeni, akár első vállalkozásként, vagy akár második, harmadik vállalkozásként? Nagyon jó a kérdés. Szerintem alapvetően két fő területre osztanám, az egyik a szolgáltatás alapú vállalkozás, más pedig a termék alapú vagy kereskedelem jellegű vállalkozások. Szerintem a kereskedelemben bármi, ami elkereskedelem, az működni fog. Nyilván itt az a kérdés, hogy mennyi türelmed van, meg mennyi időd, meg mennyi tőkéd van, amit ebbe bele tudsz tenni. De szerintem én most azt látom, hogy, és nem is tudom most a hivatalos statisztikát, hogy tavalyi évben mennyi volt év per év alapon a elkereskedelemnek a növekedése, de szerintem jóval több, mint az azelőtti évben. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez nem egy lineáris, hanem egy exponenciális növekedés. És én is csak, hogyha saját magamat nézem, sokkal könnyebben rendelek ma már bármit, mint akár csak egy éve. És teljesen természetes az, hogy tényleg most szükségem van valami az irodába, és így sorba volt egy nap, hogy mint a 4 vagy 5-ször jött egy futár, mert hogy egyszerűen mindent rendelek házhoz, és hogyha már tényleg azt kiszámoljuk, azon túl, hogy persze a boltba menni mondjuk egészségügyileg lehet, hogy most kockázatos, vagy nem akarunk tömegbe menni, de ettől függetlenül is, hogyha belekerül, mit tudom én, tényleg 1000 forintba a kiszállítás, az óradíjunk az jóval-jóval magasabb, és hogy nem megyek el egyszerűen már érte a boltba, főleg olyan dologért, ami tudom, hogy műszaki cikk, vagy tudom, hogy nem egy ruha, amit föl kell próbálni, hanem bár ugye az is működik már, de minden más azt én alapból már neten rendelek. Tehát én azt gondolom, hogy az elkereskedelemben mai napig érdemes belekezdeni. Én még mindig ezt a területet nézegetem, ízlelgetem, még nincs a könyvemen kívül, ugye nincs még olyan fizikai termék, amivel kereskednék. Gondolkozok, tervezek én is azért több mindent, viszont ugye nekem arra kellett rájönnöm, és erről beszéltünk sokat már, hogy a fókuszálás és ez az egy dolog tartása, tehát hogy nem szétforgácsolódni, nem 28 dologgal foglalkozni egyszerre, hanem lehetőleg egy-kettővel, és azért nekem még mindig a szolgáltatás nyújtás, még mindig ez a fő bizniszem, az ügynökség. És szerintem ez a termék, tehát én azt gondolom, hogy szinte bármit, de érdemes elkezdeni és kitanulni ezt a szakmát. A másik a szolgáltatásnál pedig tényleg azt átgondolni, hogy mi az, ami ezt a mostani állapotot segíti, vagy mi az, ami, hogyha kijövünk a válságból, akkor utána szükség lesz rá. Most én erre nem biztos, hogy tudom a választ, de hogy én ezt a kérdést tenném föl magamba, hogy egy, mi az, amihez én értek, miben van tényleg egy olyan szaktudás, ami ma érték a piacon, kettő, vajon milyen igényt szülhet a mostani helyzet, távolsági kommunikáció, a kiszállítás, a nem véletlen, hogy nem tudom hányan mentek futárnak, vagy kiszállító céget indítottak el, konyha, aki ilyen catering, vagy ilyen kiszállításos ilyen üzemi étkezd, ami ugye ellát különböző helyeket étellel. És viszont a fellendülésnél szerintem nem tudom, mennyire lesz gyors a helyreállás, de én azért azt gondolom, hogy most ugye a tőzsdék azok nem szakadtak be teljesen, tehát hogy a pénz az ott van a piacon, ott van a tőke, ott van az érték a piacon, csak az emberek fogják a pénzt, és nem költik el, mert nem tudják, mi lesz holnap. Tehát, hogy szerintem annyival másabb ez a mostani válság, mint a 2008-9-es, hogy alapvetően most nem tűnt el a pénz a piacokról, ergo szerintem amint ennek vége, és visszajön a bizalom, szerintem nagyon gyorsan meg fog indulni a fogyasztás. És hogy ott mi lesz vajon a kérdés? Az utazás körül, hogy indul az egész újra, az egészségügyi szolgáltatások. Tehát én valahol e körül keresgélnék, hogyha most vállalkozásba gondolkoznék. Meg minden, ami tudás alapú, tehát hogy ugye erről is beszéltünk a interjú felvétel előtt, hogy minden, ami tudás, átadás, oktatás, edukáció, mentorálás, oktatóanyagok gyártása. Tehát hogy szerintem ennek még mindig van tere itthon és van piaca. Bőven, nem is itthon, de külföldön is. Tehát ugyanez, hogy például, amit így nagyon hallok mostában, hogy nagyon sokan elkezdték a Amazonon értékesni különböző termékeket, mert az is ugye nagyon beindult, ugye Amazon is több százer ember vett föl ugye a raktáraiba, hiszen akkor a megrendelés állomány, tehát hogy ebben én is látok, illetve hát ami a kérdés szerintem lehetne itt a komment szekcióban, hogy ti milyen vállalkozás ötleteket láttok, ami szerintetek működőképes. Szerintem jó, hogyha van egy erről egy lista, amit így össze tudunk gyűjteni itt a kommentben, viszont hozzá. Szuper, oké. Akkor várjuk a kommentbe a válaszokat erre a kérdésre is. Köszönöm szépen akkor. És jövök én a 7-kel, ugye? Úgy van, aha. Na, nekem az a kérdésem hozzád, hogy mi a te közösségi média stratégiád, és milyen szerepet töltenek be a videókat el stratégiádba,
és mi az, amit te mondjuk ezeknek a videóknak köszönhetsz, vagy amit neked segítettek ezek a videók? Nagyon jó a kérdés. Én már több hónapja dolgozom együtt egy úriemberrel, aki segít nekem abban, hogy így előállítsuk a különböző kontenteket, illetve hát azonosítsuk azokat a témákat, amikben így érdemes lenne. Hozzám is közel áll, és igazából van rá igény. Tehát az első lépés az volt így a stratégiában, hogy nagyon azonosítsam azt, hogy én pontosan mit csinálok. Ugye maga a coaching vagy csúcsteljesítmény már nagyon sok mindent be lehet érteni, tehát ez az első lépés, hogy ezt kicsit azonosítottuk. És akkor meghatároztuk ezt a három fő kategóriát, hogy teljesítménynövelés, vagy akár produktivitás, második, hogy a vállalkozás fejlesztés, harmadik meg, hogy a networking, tehát ilyen jellegű tartalmakat állítok elő. És az elmúlt időszakban kezdtünk el ugye ezeket ki is posztolni. És amit tapasztalok egyébként, ugye régebben is elég sokat videóblogoltam, én azt tapasztaltam, hogy nekem a legfontosabb felületemvel azt gondolom, hogy videóban jobb vagyok, mint írásban, ezért a videók azok, amik így a fő irányvonalam. És azt tapasztaltam most, hogy elkezdtek kijönni ezek az újabb dizájnolt, talán úgy mondom, hogy profi videók, az abban segít nekem, hogy több ember rám írt, hogy hú, de jó volt ez a tartalom, hogy egyébként nem is tudom, hogy ezzel foglalkozom, egyébként bennem is már felmerült a kérdés, hogy valakivel jól lenne átbeszélni az életemet, vagy a karrieremet, és akkor mikor tudunk egyet beszélni. Tehát több ilyen megkeresés is érkezett hozzám az elmúlt időszakban, vagy a videóimnak köszönhetően. Tehát alapvetően a videók, az nekem a, mondjuk úgy, hogy lead generálásra is jók, segít az embereknek kicsit így átadni azt, hogy én mivel foglalkozok, miben vagyok más, tehát ez egy branding eszköz is. A harmadik az pedig azt mondom, hogy a bizalmat építi. Tehát nekem arra törekszem a videóknál is, hogy alapvetően értéket adjanak, mint amelyet legyen lehetőség mondjuk akár a feliratkozóimnak, vagy akár a csoportomban lévő személyeknek arra, hogy hozzám tudjanak jönni konzultáció, és akkor abból kijön az, hogy tudunk együtt dolgozni, vagy sem. De alapvetően arról szól, hogy egy bizalmi légkört, egyfajta kapcsolatot tudjunk kialakítani egymás közt. Szóval összefoglalom igazából a fő cél a tartalomgyártásnak az értékadás egyértelműen, ezzel együtt ugye ennek a következménye a bizalomépítés, a harmadik pedig az, hogy aki úgy érzi, hogy szeretne velem együtt dolgozni, annak meg legyen a lehetősége rá. Megismer sokkal jobban ez által. Így van. Illetve amit viszont kiemelnék, ami szerintem fontos, ez mondta, az én következő kérdésem lesz majd hozzád, ez pedig az, hogy együttműködéseket tudjak kialakítani. Tehát ez, hogy most ugye több platformon is ugye elérhetőek a tartalmaim, a Tudástárnál is most megjelent egy mesterkurzusom, ott volt egy rövidebb videóm is. Szóval én most arra törekszek a következő időszakban, és a média stratégiámat is ezt befolyásolja, hogy én is meghívjak vendégeket az én podcastemre, vagy hasonló interjúra, amit most is forgatunk, illetve az, hogy minél több emberrel tudjunk közösen kooperálni a közös cél felé. Abszolút én is azt gondolom, hogy így a videó az számomra sem nem cél, hanem eszköz. Tehát, hogy nem a videókból akarok közvetlenül bevételt generálni, hanem ez egy eszköze a kapcsolatépítésnek, és arra nagyon-nagyon jó. És ami nagyon érdekes, de biztos neked is nagyon sok ilyen sztori volt, hogy sokszor már nehéz is visszafejteni, hogy vajon honnan jött az érdeklődés, honnan jött az a lead, honnan jött az a kapcsolat, csak valahol egyszer látott, és akkor bekövetett, feliratkozott, a YouTube algoritmus elkapta, hirtelen már dobálta neki a többi videódat, és egyszer csak bekerült abba a spirálba, amiből nem menekült szegény, és egyszer csak ott találta magát, hogy írt egy hosszú ajánlat kérő levelet neked, egy üzenetet neked, bárhol, vagy találkoztál vele egy konferencián, és rád köszönt, és hogy így tök érdekes, hogy ugye nagyon nehéz sokszor rövid távú, egyértelmű konverziót mérni, hogy abból a videóból mi lett az eredmény, de ha megnézzük hosszú távon, akkor meg nagyon sok. Azt nem is meséltem neked, a tavaly évben beépítettem egy új kis formot, és az egyik, mint a funnelekben valahol van egy pont, ahol mindegy, valahogy be lehet jelentkezni hozzám, és az űrlapon van egy kérdés, hogy hol találtál rám. És igazából ez az egyetlen egy olyan exakt mérés, ahol ki tudom mutatni azt, hogy hányan jöttek a YouTube-ról, és hogy ilyen 60%. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon magas. Úgyhogy én igazából bátorítanék mindenkit arra, hogy kezdjen el videózni, és én nekem az lenne a kérdésem akkor itt a kedves nézőkhöz, hogy mi a legfőbb akadályotok, amiért nem kezdtek el videót készíteni? Nagyon jó a kérdés. És nagyon szívesen segítünk, hogyha valakinek szüksége van erre. Ez nagyon jó. Megtapsolom magam, az a lényeg. Az a lényeg. A taps az a nem spórolunk a mai alkalommal. Gáborom, te jössz. Na, nekem a kérdésem számodra az, hogy az elmúlt egy évben kikkel kezdtél el kooperálni,
akikkel eddig esetleg nem, illetve kikkel szeretnél még kooperálni a jövőben? Vannak kapcsolataid, össze tudsz kötni? Talán. Na jó a kérdés. Én ugye alapvetően, meg ebben szerintem hasonlítunk, hogy én így elég nyitottan állok így az emberekhez, meg új kapcsolatokhoz. Egyetlen egy ilyen kis de, vagy zárójel van ezzel kapcsolatban, hogy van egy pont, amikor meg azt érzem már, hogy talán a túl sok kapcsolatépítés is már lehet, hogy a munkarovására megy. Tehát szerintem egy egészséges egyensúlyt kell fenntartani a kapcsolatok fenntartása, meg kommunikáció és a munkavégzés között. Tehát azért éreztem azt azért a múltban, hogy néha ez átbillent. De ez csak egy kis zárójeles megjegyzés ide. Úgyhogy igazából kikkel kezdtem el együttműködni, nagyon sok, nagyon értékes interjúalanyom volt. Most nem fog tudni név szerint mindenkit felsorolni, de tényleg számos olyan interjú készült el az elmúlt egy évben, ami akár még mondhatom azt, hogy a vírus hatására is történt, például a Gocsá Lesztivel készült interjúnk, azért tudtuk megcsinálni személyesen, mert itt a járvány miatt hazautazott, és itthon volt pont egy 2-3 hónapos időablakban, amikor ugye, és emiatt ismerkedtünk meg, és akkor azóta már beindult egy együttműködés, és többször találkoztunk, és tök ügyesen építi a csatornáját és a kommunikációját. Tehát, hogy ez is a véletlen hozta, meg a válság hozta ezt a kapcsolatot, de hogy így tök jó lehetőségek jöttek. És igazából én továbbra is azt gondolom, hogy olyan kapcsolódásokat keresek, mondjuk, hogyha maradunk az interjúknál, ahol van egy inspiráló sztori, és van olyan gyakorlati tanácsokat is be tudunk hozni a kedves nézőknek, amivel értéket adunk. És ugye én úgy szoktam mondani, hogy az interjú az egy igazi win-win-win szituációt teremt. Tehát jó nekem, mert az én csatornámat erősíti, jó a vendégnek, mert adok egy megjelenést. Ugye most már azért ilyen havi 20-25 ezer megtekintés van a videókon, tehát ugye azért ez mind a két főnek jó. Hát és bízom benne, hogy a kedves nézőknek is jó, és adunk ezáltal értéket, és tudnak belőle inspirálódni, tanulni, szórakozni. Adott esetben. Úgy van. Hogy mi jól szórakozunk legalábbis. Még a nevetésbe kéne raknod, légy szíves. Igen, majd ha vicces elhangzik. Jó, akkor, csak akkor. Na jó. Jó, köszönöm szépen. Igen. Akkor adjunk egy feladatot. Ez egy jó szórakozási cím. Igen, hát... Nekem van egy ötletem. Na. Javasoljatok nekünk, ugye mind a kettőnek van podcastja, vagy egy interjú sorozata, a komment szekcióban javasoljatok olyanokat, akit szerintetek érdemes lenne meghívnunk akármelyikünknek. Nagyon jó. Tök jó. Mit szólsz? Legyen így. Na, szuper. Akkor menjünk tovább. Úgy van. Én jövök? Te jössz, aha. Akkor a 9. kérdésem hozzád, vagy összesen a 9. kérdés, az, hogy 2020-as év az egy nagyon nehéz év volt, sokaknak. Mik azok a történetek, ami szerint a leginspirálóbb volt? Tehát, hogy tudsz olyan példákat mondani, akik, ugye mondtad is, hogy volt több olyan ügyfeled, nem muszáj névvel, tehát, hogy tényleg akár magad kiírjuk körül a sztorit, hogy honnan, hova jutottak el, milyen helyzetben voltak, és minek köszönhető volt mondjuk az a kiemelkedő eredmény, vagy fejlődés. Mit tettek ezek az emberek, akik szerinted most nagyot nőttek? Tehát, hogyha tudsz ilyen 2-3 inspiráló sztorit mondani az elmúlt egy évből, azt szerintem abból tudnánk tanulni. Jó, rendben van. Tehát, pont emlékszem annál az ügyfelemnél, akit említettem a egyik korábbi kérdésnél, akik igazából meg háromszorozták a vállalkozásukat, tehát indultak körülbelül ilyen tavalyiben ilyen 50 millió forinttal, és most abból lett egy 150 millió forintos vállalkozás. Ez együtt meg ugye azt hiszem 8 főről fölnőttek ilyen 20-21 főre, tehát az egy... Tehát nagyon jó volt látni ezt a fejlődést, mert én a mondó vagyok, hogyha az ember tud munkát adni más embereknek, főleg egy ilyen helyzetben, az a legnagyobb eredmény, amit el lehet érni, szerintem vállalkozóként is. És arra emlékszem, hogy tavaly januárban ültünk az irodájukba, még a korábbi irodájukba, és azon voltak ott, nagyon gondolkoztak, hogy hát most alig van ügyfelük. Uh-huh. Vagy vannak megrendeléseik, de hogy ez így nem fog sokáig tartani. És ott leültünk, és akkor végig gondoltunk egy stratégiát, hogy mit lehetne itt követni, mik azok a kövek, amiket még így föl kéne emelnünk, megnézni, hogy mögötte mi van, kivel érdemes összekötni őket, és belementünk egy elég erős sales tevékenységbe, tehát ők is fontosan felhívták a saját networküket, saját kapcsolatrendszerüket, én is megmozgattam mindent, és aztán szerveztem még egy ilyen ügyfél találkozót még, ameddig még lehetett szervezni, kis meleg szendvicsekkel készültem a kollégáknak, és összeboronáltam ott volt ugye értékesítő kolléga, volt vállalkozó, több vállalkozó volt, még egy IT cég, és ott találkoztak a szálak, és abból lett egy elég nagy megrendelésük abban az évben. Emellett meg
és azzal igazából elindult a pozitív hógolyó effektus, és folyamatosan jöttek hozzájuk megkeresések. Sikerült egy nagyon jó megállapodást kötni egy külföldi ügyfelükkel, aki folyamatosan szállítja nekik a munkákat, és azt gondolom, hogy itt a legfőbb tanulság, vagy leginspirálóbb az volt, hogy ők nagyon sokat dolgoztak ezért, tehát ezért ez nagyon fontos kiemelnem, hogy ők nagyon-nagyon sokat oda tették magukat, tehát nagyon sokat dolgoztak rajta, nagyon sok mindenben ki kellett mozdulni a komfortzónájukból, új dolgokat kellett megtanulniuk, ugye egyre több ember volt, egyre több menedzsment dolog volt, új folyamatokat kellett definiálnunk, ami segített nekik ebben. És mi volt a kulcs azon túl, hogy te ott voltál, de hogy rajtad igazából ők a hősök, tehát ők a hősök. Mi volt a kulcs szerinted, vagy mi volt így a fő a mentalitásuk. Tehát ez nagyon fontos volt, hogy úgy érzem, hogy nagyon jól megtalálták a fókuszukat abban, hogy mit szeretnének pontosan, és hogy a fókuszon kellett tartani a szemünket. Mert amint a fókuszuk ott volt, hogy igenis akkor ebből szeretnénk ezt a vállalkozást akár megduplázni, de a triplázás nem is volt benne annyira a pakliban, de mégis megvalósult, mert a fókuszuk azon volt, és nem engedtük azt, hogy így letérjen a fókuszuk erről. Mert azt gondolom, hogy az emberi elmének, az emberi fókusznak akkor ereje van, amely tényleg azt mondom, hogy életeket tud megváltoztatni, hogyha jó helyre fókuszáljuk. És nyilvánvalóan ennek a negatív oldala is igaz. Viszont azt éreztem, hogy náluk az volt a kulcs, hogy bármikor ami kihívás följött, akkor elkezdtük ezt nagyon proaktívan megoldani, előre gondolkoztunk, milyen kimenetelek lehetnek, milyen kockázatokat futnak, hiszen egy skálázás azért elég sok financiális kockázat rejt magában, de ezeket nagyon jól felkészültek erre a feladatnak a megoldása. És a kulcs az megint csak a fókusz volt, hogy tisztánlátás és a fókusz, amit említettem a korábbi videóban, és az mennyire fontos itt, és milyen a beletett munka. Hát ezt alátámasztom én is, vagy alá... Igen, tanúsítom én is, hogy én sajnos nagyon hajlamos vagyok arra, hogy így ezt a fókusz, ezt így hajlamos vagyok szétdarabolni, vagy szétforgácsolni, és ugye van ez a shiny object, ez a kis csillogó kavics szindróma, hogy így mindig meglátsz egy csillogó követ, és lenyúlsz érte, lehajolsz érte, hogy ó, de hát ez csak egy pici energia, és akkor csak próbáljuk ki ezt az új dolgot, ami nem a fókusztól eltérít. És én is azt gondolom, hogy bár nekem sose lesz valószínű egy dolog, egyetlen egy dolog, én mindig azért szeretem így a több tányért pörgetni, de hogy túl sokat nem szabad. És hogy az így, vagy legalább akkor hasonló dolgok legyenek, még hogyha többel is foglalkozok, de legalább azért nagyjából egy területet fedjen le. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és elkezdtem én is így lenyírbálni azokat a dolgokat, ami ebből a fókuszból elvett. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy... Főleg, hogy az embernek mondjuk cashflow szegény, vagy készpénzben vagy gyenge most éppen a vállalkozáson, nyilván van, vagy nem annyira van tőkésítve, akkor különösen fontos ez, hogy az szépen ki legyenek számolva a lépések, meg végig legyenek gondolva a folyamatok, végig legyenek gondolva a szűk keresztmetszetek a vállalkozásban. És még egy ilyen nagyon pozitív sztorihez kapcsolódóan, mert nemrég voltunk így novemberre, volt egy ilyen kis évtervező elvonulásunk a fiúkkal, a cégtulajdonosokkal, nem csak fiúknak hívom őket, mert 25-26 évesek a srácok, és akkor mondták nekem, hogy hát figyelj, egy rendes kócsnak kell, hogy legyen egy évtervezője, mert mindig készültem nekik egy kis munkafüzettel, szóval ez az évtervező, ez hamarosan majd ki fogjuk lancsolni, ami tényleg így vállalkozásoknak is, főleg ilyen szolgáltatóknak, agencyknek szóló kis évtervező, ahol így nyomon tudják követni a céljukat, mert ez a srácoknak egy nagyon jó keretet adott a múlt évben is, amikor így tudtak növekedni. Szuper, hát köszönöm szépen, meg gratulálunk ezúton is akkor a köszönjük szépen. Cégnek is. Utolsó kérdés, Gáborom, szépen. Na hát ugye szinte minden interjúmban elhangzik ugye a vállalások és a célok szó. Szóval a kérdésem számodra az, hogy mik a következő, vagy ez az évnek a fő vállalásai, céljai, amit szívesen megosztanál. Jó, amúgy ez könnyű, mert egészen véletlenül nem az, hogy készültem, de ugye amúgy is elkészült az idejévre a terv. Hát nekünk a legeslegfontosabb terület az a céges oldalon van. Amúgy érdekes, ahogy mondtad az előző kis rövid szösszenetbe ezt a 3x-et, mert én pont ezt tűztem ki. Gondolkoztam, számolgattam az 5x, meg 10x, de nem tartom reálisnak. Tehát én azt gondolom, hogy cashflow-ba kéne eljutni az 5x-hez, ami mondjuk teljes éves szinten egy ilyen 3x-et jelentene. Tehát hogyha a háromszorozást el tudjuk érni, akkor én már teljesen elégedett leszek benne. Az mind ügyfélszámban, mind árbevételben szerintem azt meg tudjuk csinálni. Én azt gondolom, hogy a tavalyi év, a 2020 volt az, amivel megalapoztuk a működésünket. Kollégák, a folyamataink, a eszközeink, tényleg most már a hely is megvan, kialakult egy ilyen tök jó menetrend, és a meglévő összes ügyfelünkkel nagyon-nagyon jó a kapcsolat, az együttműködés, a folyamat, nagyon gördülékeny.
És igazából most jön az a pont, hogy az alap az most már így jó, most erre így lehet építeni. És szerintem ez eddig hiányzott, mert ugye nehéz eljutni arra a pontra, hogy tényleg így minden területre meglegyen a jó szakértőd, és vagy akár már kettő, és hogyha tudják helyettesíteni egymást, vagy ha bárki kiesik, akkor ugye be tud segíteni a másik. Tehát szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy minden pozícióra legyenek jó emberek, és talán nyilván ebben az ügynökségi modellben ez a legkritikusabb, mert ugye velük együtt csináljuk a bizniszt. Ugye ez az egyik, a másik pedig a dolgozói létszám, vagy a kollégák létszáma. Ugye most ilyen nagyjából 8-10 emberrel dolgozunk, 8-10 alvállalkozóval dolgozunk együtt, és ezt szeretnénk ilyen nagyjából 20-ra felbővíteni. Úgyhogy itt volt több ilyen felhívás is volt már, hogy ugye regisztráljanak be hozzánk a rendszerünkbe. Nem garantáljuk, hogy most így rövid távon fogunk tudni bármilyen munkát adni, de az nagyon jó, hogyha bent vannak nálunk. Ugye van egy ilyen talent pool, egy ilyen olyan adatbázis, ami szűrhető, megpályázott pozícióra, bérigénnyel, konstrukcióval, szerződéses hogy számlaképes-e vagy nem, alkalmazottként vagy vállalkozóként szeretne dolgozni, részmunkaidőbe vagy teljes állásba, hány órája van egy héten, de nagyon sokféle opció van, és ha ezeket az adatlapokat betöltik hozzánk, amúgy amit megtaláltok majd a videó alatti leírásban, akkor nekünk az tök jó, hogy nem garantáljuk, hogy most, de hogy a jövőben akkor fel tudjuk venni a kapcsolatot, és egyáltalán látjuk azt, hogy ki az, aki szeretne velünk dolgozni. És én abszolút ezt látom így a kulcsnak, mert azért az, amit csinálunk, és ezt is így be kellett látni, hogy maga a tevékenység az nem egy sebészet. Tehát az, hogy közösségi médiát kezelsz, meg egy videót felveszel, vagy csinálsz posztokat, az nem annyira bonyolult, azért ma már szinte egy iskolás meg tudja csinálni. De az, hogy ezt stratégiába teszed, az, hogy határidőre elkészül, az, hogy jó emberekkel készíted, költséghatékonyan készíted el, jó minőségbe készíted el precízen, és van egy jó ügyfélkapcsolat, egy jó nexus, egy jó emberi kapcsolat az ügyfelekkel, szerintem ez így együtt a kulcs, vagy amiről szól az egész bizniszünk. Nem arról szól, hogy most egy videót fölveszünk. A videózásnál is arra kellett rájönnünk, hogy a maga a videó felvétel, effektív az a felvételi nap, vagy felvételi szakasz, az a teljes folyamatnak kb. A harmada. Mert legalább annyira fontos a felkészülés, a stratégia összerakni azt a napot, megtervezni, és az utómunka, hogy oké, hogy felveszünk egy videót, de mit fogunk csinálni vele? Ki fogja azt látni? Hogyan szórjuk szét a világba? Hogy daraboljuk föl, ha kell? Milyen intro, outro lesz rajta? Hogy szerkesszük meg? Mi a célunk azzal a videóval? Tehát ez egy nagyon-nagyon komplex, azt gondolom, és hogy ezek a tényezők sokkal-sokkal fontosabbak, mint maga az, hogy kirakunk egy posztot. Ez biztos, és szerintem ez a fajta holisztikus megközelítés a tartalomgyártásnak is, hogy pontosan tudni azt, hogy az a videó mire fog szólni. És szerintem ez egy, azért nem tetszik a ti szolgáltatásotok, mert elejétől a végéig végigkísérítek az ügyfelet. Attól kezdve a stratégiát kitaláljátok, attól kezdve, hogy akkor segíted neki a legyártásban. Szerintem nekem a régebben azért volt nagyon nagy nehézség minél több tartalom elállítása, mert mindent nekem kell csinálni. És ez óriási, mondjuk, hogy alternatív költsége volt, mert akkor nem tudtam ügyfelekkel foglalkozni, nagyon sok időt, energiát elvett. Szóval szerintem ez egy zseniális dolog. Abszolút, úgyhogy igazából nekem ez a fő célom, tehát én most, és pont emiatt, mivel ugye beszéltünk az előbb a fókuszról, ugye nem is nagyon szeretnék nagyon új dolgokba belekezdeni, hanem ezt szeretném még jobban csinálni, még profibban, még jobb rendszerekben, még jobb emberekkel, és még több ügyféllel. Tehát szeretnénk kiszolgálni tényleg egy ilyen 3-4-szer ennyi ügyfelet, úgyhogy várunk szeretettel mindenkit, aki szeretné a márkáját építeni, közösségi médiáját, kommunikációját építeni, videózásba szeretne belekezdeni, akár ehhez hasonló szakértő interjúkat szeretne, nagyon szívesen segítünk benne. Na jó. Úgyhogy ez zárójel, még azért mellé tennék egy pár ilyen mellé, vagy ilyen olyan célt, ami inkább azt mondom, hogy ezt támogatja, hogy az egyik az a magánéletben az életmód, sport, egészség témaköre. Hál' Istennek most tavaly 2020 végén ráültem egy ilyen pozitív spirálra és egy ilyen jó hullámra, hogy ez nem beterített, hanem tényleg meg tudtam lovagolni ezt a hullámot, hogy most már talán október elejétől, közepétől szinte minden egyes nap egy lépcsőzéssel, futással kezdek a Gellért-hegyen, és ez már egy nagyon keretet ad a napnak, úgyhogy is érzem is magamon, hogy tényleg sokkal fittebb vagyok, mint mondjuk tavaly nyáron, vagy tavaly ősszel. Úgyhogy ezt szeretném egyrészt fenntartani. Meg még egy cél az meg a saját tartalomgyártásban, hogy szeretnék tényleg jó példát mutatni. Mind a két, most már ugye van két YouTube csatornánk, mind a kettőt így tölteni folyamatosan értékes tartalommal. Ott lenni, jelen lenni, értéket adni, ahogy te is mondtad. Úgyhogy nekem abszolút ez a,
ez az idei fő cél, csinálni ezt tovább, amit kitűztünk. Zseniális, sok sikert hozzá. Viszont akkor így gratis, plusz egy kérdés. Ezt muszáj visszakérdezni, hogy neked mi a célod? Nekem igazából három cél van, ami most így üzletileg fontos. Ez egy, van az A cél, ahogy szoktam mondani, ez az alapcél, hogy ez ilyen minimum duplázás legyen. A B cél, ami egy inspiráló, de ez egy picivel az egy stretchesebb cél, az az a háromszorozás, és akkor célra belőttem a Mission Impossible-t, az a tízszerezés lesz. A vállalkozásomban is ezzel itt a legfontosabb az értékadás lesz, tehát minél több tartalommal, ami így érinti a teljesítmény fokozását, legyen szó vállalkozásról, legyen róla akár személyi szinten, ugye, vagy networking kapcsán. Tervezek új kurzusokat elindítani, amik érintik akár a halogatást, akár magán a teljesítménynövelést, a céges építést, ugye évtervező ehhez kapcsolódik, mint cél, hogy az azt meg tudjuk mutatni a világnak, és tudjuk majd jövőre tovább fejleszteni. Emellett meg olyan magánélve pedig tényleg ott az egyensúlyra szeretnék még nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy a minden a párkapcsolat, egészség, kikapcsolódás, feltöltődés, illetve hogy tényleg több szabad időt is teremteni saját magamnak. És igazából azt érzem most, hogy ez egy év, ez nagyon-nagyon jól indult már, és azt látom, hogy nagyon sok lehetőség van a külföldi piacokban, szóval nem lesz egy ilyen külföldi erősebb piacnyitás is így ebben a coaching tanácsadás részben is. Szuper, nagyon jó hangzik, hát nagyon sok sikert kívánok ehhez. Köszönöm. Nekem az lenne a kérdésem a kedves nézőköz, hogy nektek mi a 2021-es célotok? Írjátok le, mert annak nagyon nagy ereje van, hogyha megvan írásba és kikommunikáltátok ezt több ember felé, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, szerintem jól sikerült ez is. Bízom benne, hogy ebből tényleg hagyományszerűen legkésőbb jövő ilyenkor találkozunk, és csinálunk egy új epizódot. És nektek pedig köszönjük szépen a figyelmeteket, hogy itt voltatok velünk. Köszönjük, hogy itt voltatok, én is köszönöm szépen a lehetőséget. Mi már nagyon várom a következőt. Köszönöm a játékokat is, tudtunk egyet játszani is. És hát kívánok nektek minden jót így a 2021-es évre, és azt kívánom, hogy te minden álmotok, vágyatok váljon valóra ebbe az évben. Gáborom, köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Sziasztok, üdvözlöm mindenkit. Hello.